Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, Ozsi vagyok az Ozas King-től. A következő videókban az alaptartást fogjuk körbejárni. A helyes alaptartás tényleg alapvető, bármelyik sportról is legyen szó, azonban ez többnyire inkább egy kiinduló helyzet, mintsem egy aktív mozdulat. A sípályán állandóan alkalmazkodunk a változó körülményekhez, az egyik kanyar követi a másikat, az egyik lábunk hajlítottabb, mint a másik, néha az esésvonalra párhuzamosan haladunk, egy pillanat múlva pedig már merőlegesek vagyunk rá. Azt is mondhatjuk, hogy az első hiba, amit egy síelő elkövethet, hogy az alaptartásban akar maradni az első kanyar után is. Ennél fontosabb megértenünk azokat a mozgásokat és működéseket, amelyek az alaptartáshoz kapcsolódnak. Ebben a részben a fel- és lemozgásokról lesz szó. Egy mélyebb helyzetbe kerülni pofon egyszerűnek tűnik, mint a guggolás a konditeremben, vagy mint amikor leülünk egy székre. De hogy pontosabban is megértsük, mi történik eközben, tudnunk kell, hogy a guggolásban három izület vesz részt, csípő, térd és a boka. Ennek a háromnak összehangoltan kell működnie a guggolás közben. A súlypontot süllyesszük, és ne a fejünket. Kezdjük a mozgást alulról, felfelé. Először a bokánkat hajlítsuk, utána a térdünket, és csak utána a csípőizületet. Tartsuk a tekintetünket egy távoli célponton, ezzel megakadályozhatjuk a túlzott előrehajolást. Hajlamosak vagyunk önmagunkat a fejünkkel azonosítani. Emiatt van az, hogy amikor mélyebb helyzetbe szeretnénk kerülni, akkor igazából a fejünk és a felső testünk megy mélyebb helyzetbe. Ennek pedig semmi köze nincs a térd hajlításához. Sőt, sokszor pont a térd nyújtásával jár együtt az előrehajolás. Kapaszkodj meg a lábaddal, a láb fejedet felemelve, pipálva, a sícipő felső részében a csatok alatt a rüsztöddel. Húzd hátra a láb fejedet és tartsd meg hátra húzva. A térdünket tartsuk meg a lábujjaink felett. Aktív izommunka nélkül a testünk összecsuklik, mint amikor lehuppanunk hanyagul egy székre. Természetesen könnyebb legugolni, hogyha elernyesztjük a feszítőizmainkat és összecsuklunk, viszont egy sima ernyesztés nem fog akciókész helyzetet eredményezni. Jobban járunk, ha a feszítőizmok engedő munkáját az ellentétes oldalú antagonista hajlítók bekapcsolásával hozzuk létre. Ha a testsúlyokat használjuk a süllyesztésre, akkor a sícipő nyelvéhez fog hozzáérni a sípcsontunk, a legfelső részen a puha pereménél, és a sarkunk pedig hátra csúszik. Ha az izmainkkal hoztuk létre a mélyebb helyzetet, akkor a sícipő nyelvéhez a középső részen fogunk hozzáérni, és a rüsztünk képes lesz elérni a sícipő felső részét, tehát igazából ezt a hajlatrészt használjuk. Először a csípőizületet kezdjük el nyújtani, majd utána csak a térdet, viszont a bokát tartsuk meg hajlítva. A csípőizület feszítőinek, a farizmoknak az aktivizálása stabilizálja a medencét. A stabil medence pedig a stabil testtartás kulcseleme. Ha a felfelé mozgást a térdek nyújtásával kezdjük el, akkor nagyon könnyen meg tud billenni a medence, és egy ilyen ingó mozgás jön létre benne. Ezt mindenképpen el kellene kerülni. A hosszú sífelszerelés nagy alátámasztást biztosít, emiatt a súlypontunk nagyon könnyen hátra kerülhet. Ha a bokákat állandóan hajlítva tartjuk, akkor jobban meg tudjuk őrizni a közép- vagy elölhelyzetet. Síelés közben meg kell szoknunk, hogy a bokák mindig képesek legyünk aktívan hajlítva tartani. A boka lábháti hajlítása, a pipálás stabilizálja az izületet. A nyitott spiccelő boka mozgás terjedelme nagyobb, ezért sokkal nagyobb izommunkára van szükség, hogy kapcsolatot hozzunk létre a síléc és a testünk között. A boka hajlított helyzete rengeteget segít a stabil testtartás fenntartásában.
hajlítsuk mindegyik ízületet, ne csak az egyiket. A testsúlyt aktív izommunkával süllyesszük, ne a testsúlyunkkal engedjük le. Emelkedés közben a csípőizületet nyújtsuk ki először, csak utána a térdet, de a bokát ne nyújtsuk ki egyáltalán. Ezeknek a részmozdulatoknak a kidolgozása egyébként lényegesen könnyebb száraz edzéssel, mint síelés közben. Pontosan ezért kell felkészülést végezni, tehát a felkészülésnek a szerepe az sokszor nem a kondi, hanem az, hogy megtanuljuk a részmozdulatokat. Köszönjük, hogy velünk voltatok, remélem mindenki talált olyan infókat, amelyeket tud hasznosítani a saját mozgásában. Következő epizódokban más szemszögekből is megvizsgáljuk majd ezt a témát, tehát egy láb, másik láb nyújtása, hajlítása, a medence stabilitása, oldalról is nézzük, előről is nézzük majd az egészet. Ha érdekel, akkor maradjunk kapcsolatban, írjatok megjegyzéseket, kérdezzetek bátran, és mindenképpen iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban, vagy valahol a sípályán, vagy egy online edzésen. Szevasztok!